A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Te mindjárt 90 éves leszel. Hát februárban. Hát ez itt van. Ez azért már sok. Na, hogy mondjam, hol sok, hol nem sok. Attól függ, hogy milyen napon van éppen. A Szilágyi fölírt János, Szilágyi János fölírt néhány kérdést, amit ő csinált volna meg, ha ezt a beszélgetést pedig ő csinált, és mennyinek érzed magad? Hát te őszinte legyek, naponta változik. Naponta változik, néha nem egyszerűen 50-nek érzem, szóval semmit nem érzek, néha meg nagyon érzem a 90-et. Olyankor szoktam azt mondani, hogy Istenem, ha én olyan jól érezném magam, mint ahogy kinézek, akkor nagyon rendben lenne. Ez egy nagy adomány, mert nagyon úgy néz ki. Hát igen. De... Szellemileg teljesen friss vagy. Igen is, meg nem is. Hát annyiban nem, hogy nagyon sok mindent felejtek. Főleg olyas, mint ami a közelmúltban történt, ami 50-60-70 éve, hát versekre, amiket akkor írtam, pontosan emlékszem, vagy diákszövegekre, dalokra, minden, de az utóbbi idők eseményei, de hát állítólag ez a korral jár, meg neveket felejtek. És a kíváncsiság az megmarad? Az nagyon megmaradt. Hát akkor? Az nagyon megmaradt. Én azt gondolom, nem tudom, hogy igazam van, de azt hiszem igazam van, mert már én sem vagyok tinédzser sajnos, hogy a legnehezebb az, hogy a pályatársak, a kortársak, az osztálytársak elmennek. Igen, nagyon sok. Hát csak a legközvetlenebb baráti körömből, hát csak az utolsó, akik a legjobb barátaim voltak, a Petrovics Emil, az Ungvári Tamás, a Rádai Mihály, a Vajda György, Huszár Tibor, ezek voltak a legjobban. Nagyon kevés, nagyon jó barátom volt. Tulajdonképpen ez az öt, meg egy Ausztráliában élő volt gimnazista osztálytársam, az is elment. Nagyon sokan elmentek, de hát, hogy mondjam, ez az életre. És ilyenkor van egy kis, nem tudom én, büszkeség, hogy te még itt vagy? Nem. Nem? Nem. Tehát nincs ez a... Ez nincs, hát tudomásul veszem, ez a pontos kifejezés. A te lakásod, házadnak a teraszán beszélgetünk, itt van gyerek, unoka, feleség, nem tudom. Ti szoktatok beszélni arról, hogy hát a nyavajákon túl arról se biztos, de hogy véges ez a játék itt a Földön? De nem, valahogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy erről írtam is, meg szívesen beszélgetek. Családon belül valahogy ez nem tudom, nem igazán, nem téma. Nem, hát lehet, hogy ők azt játsszák, hogy én örökké élek, vagy hát nem persze, tudom. Persze, mindenki ezt. De te is ezt hiszed, nem? Én nem tudom, én körülbelül úgy gondolom, most vagyok 89 éves, hogyha mindent megadnak az istenek, mert istenekbe hiszek, és szerencsém van, és minden úgy van, ahogy én. Akkor úgy 95 éves koromig talán elélek. Aha. Az 5 év, 5 karácsony, még 5 születésnap. Meg mindenféle, még belefél. Van ennek egy fura dolog, ez tényleg nevetséges, hogy nem nevetséges. Legutoljára kaptam egy pacemakert. És akkor azt mondták, hogy ez a pacemaker 8 évig jó. Ez már egy nagyon pici pészvége, benne van a szívemben, ez már nem a nagy, ez 8 évig jó, és akkor 8 év után egy másikat nyugodtan hozzá lehet tenni, ha lejár az elem. Na most én akkor azt mondtam, hogy nem. Azt a 8 évre, ha azt megkapom, az egy nagy ajándék, de ne tegyenek, hogy nem, akkor ennyi. Ám de, hát a modern technika, ugye minden túl van biztosítva. Na most ezt a pacemakert megkaptam lassan már 2 éve. És még mindig azt mutatja, hogy 8 év van még benne.
holott elvben sok hatnak kérem el, de hát nem tudom. A Horváth János azt mondta nekem, hogy ő azt érzi majd, hogy akár fizikailag, akár szellemileg nagyon megrodjan, hogyha kiszolgáltatotta vele, akkor ő elég kemény fiú az, hogy ő befejezze, így vagy úgy. Ez felmerült benned valahogy ilyen? Te, bevallom őszintén, nem nagyon gondolkozom ezen. Szóval egyszerűen biztos ez egy hárítás, de nem foglalkozom ezzel. Már a végességgel, a halállal? A végességgel, a halál. Egyszer azt írtam erről, és ezt máig fönntartom, hogy nagy érdeklődéssel várom. Mert hogy mi a fene lesz? Ugye a Pilinszkinek van ez a nagyszerű mondása, ez zseniális. Azt mondta, hogy nem félek a haláltól, mert eddig még mindenkinek sikerült. Úgyhogy bennem itt egy érdeklődés van, mert egyfelől teljesen valószínűtlennek tartom, hogy minden, ami él, tehát az a bogár, amit itt eltaposunk, vagy az a kutya, mindennek a halála után tovább megy a lelke. Ebbe te hiszel? Nem, ez szinte valószínűtlen. De? Ez szinte valószínűtlen. Ezzel szemben az is szinte valószínűtlen, hogy egy ennyire komplikált valami, mint amivel gondolkodunk, az egyszerűen a semmi, és hogy milyen a semmi, szóval nem tudom, nagy érdeklődéssel várom. Egyáltalán nem félek tőle, amitől félek. Az mindig is féltem, és félek az a hozzávezető út. Tehát a, ne adj Isten, a pelenka, a vakság, a süketség, a mozgásképtelenség. Igen, mondják ugye, hogy akkor mondd, hogy szép életed volt, hogyha az utolsó 3 hónapod is szép volt, csak hát ez nem igen elképzelhető, mert akkor már nem tud mondani. Hát igen, nem, azt mondtam annak idején, nekem a mesterem volt, és nagyon szerettem, Mádosdi Kálmánt, az 75 éves korában meghalt, úgyhogy este elaludt, reggel nem kelt fel. És akkor azt mondtam, hogy ebbe is példát mutatott, így kell meghalni. Így is lehet, igen. A másik, hogy van ez a pacemakerem, ami tulajdonképpen arra való, hogy azért kaptam, mert éjszakánként nagyon leesett a pulzusom gyakran. És ez ezt megakadályozza. Tehát ez olyan, mint egy újraélesztő. Most viszont ezzel elvették tőlem az egyetlen szép halál lehetőségét. Hmm. Akkor tényleg jó, ha lejár az elem egyszer. Te azt mondod, hogy az istenekben hiszel. Az mit akar, hogy az istenekben? Szóval én mindenben a világon nagyon híve voltam a vegyesnek, a vegyes műfajú színháznak, vegyes életnek, vegyes konyhának. Nos, ebben is nekem fura módon ilyen, nincs egy kialakult meggyőződésem, de nagyon sok mindent hiszek. Egyrészt azt, hogy egyszerűen itt ezen a földön ugyanabból a baktérium fajtából kialakult a zebra és az ember, a kígyó, és ezt nem tudom elhinni. Ez nekem felfoghatatlan. Hogy fejlődés eredményeként jut oda, ahova jutott a zebra kezdeményből, a zebra, azt már elhiszem. Hogy az ember oda jutott egy valamilyen ősi kezdemé, azt már elhiszem. De hogy az ott sok-sok ősi kezdemé... Az mitől volt? Ezt nem tudom elhinni. Tehát valamilyen fajta teremtőbe, vagy teremtőkbe én hiszek. Én egyszerűen abban hiszek, hogy hát az tény, az annyit már kvázi ez a tudomány, ami hát egy dolog, bebizonyított, hogy ez a világegyetem, ez végtelen. Hát ez valami embertelen nagy. Ebbe a föld kisebb, mint egy porc, vagy nem is tudom, egy semmi nulla. Na most, hogy erről kívülről nem jöhetett ide a földre, vagy nem mehetett keresztül, 1-10-100 000 Isten, amelyik mindegyik az egyik a maga képére megalkotta a kínaiakat, a másik a zebrát. A harmadik, akik, és benne vannak a Bibliában is, mint óriások, viszont ilyen nyomokban mindenütt ott vannak. Ez nagyon elképzelhető. Amikor valami nekem sikerül, akkor rettentően hiszek abban, hogy az Isten segített, az én Istenem. Aki egyáltalán nem biztos, hogy az egész világ Istenem, meg nagyon hiszek abban, hogy a halottaim szellemei segítenek.
Néha még ki is próbálom. Hogyan? Hát egyszer Marokkóba álltam a repülőtéren, és kiderült, hogy 6 órás várakozás van, és utána nincs átszállás, minden, és akkor ott láttam kiírva egy másik helyen, hogy Budapest. Mondom, ez egy direkt lépjött Budapestre. Hát hogy valószínűleg, hogy arra most átcserélik egy, és azt mondom, anyukám segíts. Segített. Hm. De hogy mondja, az életemet is mindig úgy érzem, hogy vannak dolgok, amik azt mondom, hogy tétesítem. Ha tétesítem, akkor jól fog benni. Tehát mit tudom, egy csomót, ha meg kell oldani, vagy valamit fizikailag meg kell, ami egyikben nem megy, mondom, most ha ezt megoldom, akkor minden sikerül. És megoldom. Én ezekben hiszek. Meg hiszek abban mindig, hogyha utazom valahova, nagyon az a fő hobbim, és nagyon szeretek úgy sokat, hogy az utaknak is, mint minden egyébnek van egy Isten, akinek áldozat kell. És amikor valamilyen repülőtéren kellett várni 4 órát, vagy elveszett egy csomó, azt mondom, jó van, meghoztam az áldozat, az utat. Ez járt. Én ezekbe hiszek, de olyanokba is hiszek, hogy a Bibliákban rengeteg bölcsesség van. Rengeteg bölcsesség van. Én nagyon szeretem olvasni és forgatni, és hát némi kajánsággal nézem, hogy mennyire félreértik teljesen, és hát teljesen össze-vissza hazudnak róla. De én például azt abszolút elhiszem, hogy mert sok ilyen nekem arra mutat, hogy a Jézus Krisztus az egy Isten. Egy Isten a sok közül. Akik itt járnak, kelnek, időnként segítenek, időnként nem segítenek. De én nem tudom Istenek nélkül elképzelni olyan zsenék, mint a Mozart, vagy a Shakespeare, vagy a Leonardo létezését. Valamilyen fajta isteni segítségehez csak kellett. Csak én nem abban hiszek, hogy van egy darab kaporszakállas úristen, aki, hanem abban hiszek, hogy nagyon sok istenek vannak, és sokféle, és hát az emberiség egyik, a zsidóság nagy tévedés, hogy bevezette a monoteizmust. Hát a sok isten hit a világon minden van, a sok színűségben, a sokféleségben. Milyen nagyszerű dolog az például, hogy amit Japánban láttam, hogy hát irodákból, ahol olyan kompjútereket terveznek, és olyan repülőket, amikre mi nem ismerünk gondolni. Szünetbe lejönnek a tisztviselők, és kis cédulára felírják a kívánságaikat, és ráakasztják egy Isten szoborra. Hát micsoda gazdagsága ez a léleknek. Na most ezek a monoteista vallások, ezek a fegyelem, a csend, rend, fegyelem, aki rossz, azt megvelem, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, mindegyik. Azt mondod, hogy a reptéren, ott vagy, és anyukám segíts, ez megmarad bennem. Hogy ilyenkor igazán gondolsz anyukádra? Igen, abszolút. Abszolút, abszolút. Látod, akkor nincs elmúlás, itt van velünk. Igen, de hát ez már kíváncsisággal is. Én nem tudom, ez van. Úgyhogy nekem erről van egy elméletem. Szóval én abból indulok ki folyton, hogy amikor volt egy kutyánk, egy puli, akkor amíg a feleségem autója a messzi sarkon föltűnt, ő már akkor érezte és elkezdte úgy. Ennyivel több érzéke volt, mint nekem embernek. Na most mi ember ezzel a rendkívül korlátolt érzésvilágunkkal, meg az egész korlátolt tudományunkkal, honnan a fenéből tudjuk, hogy ebben a mérhetetlen óriá, most elmentünk a Marsig, hát ez Marsig elmenni, ez körülbelül olyan, mint amikor annak idején a Kellér Andor azt írta, hogy lementünk Pásztóra. Hát ezek nem távol, hát semmi, hát ezek ilyen töredékek. Meg amikor így dobálóznak ezzel teljes joggal, hogy hát azért 40 millió fényévre, na most ezenből honnan tudjuk, hogy ki jött? Honnan tudjuk, hogy... Hát például maga ez az a vírus, honnan az nem bacillus, nem élőlény. Honnan a francból jönnek a vírusok? És hogy találnak meg minket? Igen. De honnan van, mik? Ha nem élő, szóval hogy, miből? Ezt a Darwinnal ne? A Darwinnal mindent meg lehet magyarázni, és én elfogadom onnantól kezdve, ahol megvannak a kezdemények. Tehát amikor már van egy valami, amiből lesz.
de addig, meg utána. Na most fontosak ezek a hitek. Azt gondolom, hogy ez segít az életben, ami tényleg csodálatos, ugye csodálatos. De azért te már az életkorodnál fogva, és hát igen, válságos időszakokon mentél keresztül. Hát azért mégiscsak megértél egy másik világháborút. Volt itt a történelemnek sodrása. A túlélés, az végül is nem, a túlélés esélye nem azzal nőtt, hogy önmagadban hittél? A túlélés a szerencsém múlt. Az egyszerűen szerem, meg másokon múlt. Ezt mindig nagyon hangoztatom, hogy az egész életpályámon azt szokták mondani, hogy a hála nem politikai kategória, nálam abszolút kategória. Én igen sok embernek vagyok nagyon-nagyon hálás, mert nélkülök az életem semmire nem ment. Nem egynek, nem kettőnek, de legalább 10-nek vagy 15-nek, vagy még többnek. Akik nélkül egyszerűen, így meg én nagyon elégedett vagyok azzal a 89 évvel, maximálisan, főleg az adottság. Hogy mondjam, erre mindig azt szoktam mondani, nekem a rögeszmény, meg is írtam könyvbe, az arányok. Szóval, hogy ki honnan indul, onnan, ahonnan én indultam, onnantól én nagyon meg vagyok elégedve a teljesítményemmel, főleg azért, mert azt teljesítettem, ami szerintem a legfőbb feladata az embernek. Két dolog van, ami az embernek a feladata a Földön. Az egyik az, ami nagyon fontos, hogy jól érezze magát. Uh-huh. Én a 89 évben túlnyomtősen jól éreztem magam. A másik feladata az, hogy mindent megtegyen, hogy mások is jól érezzék magukat. Ez a két dolog. A többi az mind harmadosztályú, negyedosztályú, huszadosztályú dolog. Vagy nem emberhez illő, méltó, amikor valakinek az okoz örömet, hogyha a másiknak rossz. Vége felé járunk a beszélgetésünknek is, és sajnos az életednek is. Hát igen. Ez a negyedik negyed. Vége. Te végrendelkeztél? Igen. Igen? Te persze. Tudod, hogy... Hát persze, mert szörnyű, az egész világ tele van jogi csűrésekkel, csavarásokkal, anyám kinyák. Hát nem kívánom, hogy a hozzátartozóim a halálom után ügyvédhez és közjegyzőhöz járjanak hónapokig. Csak ezért. Praktikus okai vannak. Csak ezért. Különben egyébként, hogy mondjam, azért illene nem sokára meg, a következőt közölték velem az operába, ami azért nem semmi, hogy hát ugye van ez egész nagyszerű, ez a Eiffel ház kint, ez csodálatos. Hát mi korábbi vezetőkről álmodni sem mertünk volna, de ez egy nagyszerű dolog. És ott most épül egy ilyen nagyon nagy és jó próbaterem, ahol mindenféle van. És hát most közölték velem, hogy rólam fog el kell nevezni. Hát mit akarok? Mi? Már életedben? Igen. Az operában van ilyen, hogy többekről ezt aztán azt életükben elnevezni. Ez jó. Na akkor ez lesz az emlékhely akár, ugye? Ami téged tovább őriz. A lányom mondott erre egy jót, mikor meghallottam. Igen, hát az azt jelenti, hogy ott próba nem kezdődhet 10:30 előtt, és 13:45-kor be kell fejezni. Mint ahogy most nekünk. Hát én egy életen keresztül mindig két szélsőséget utáltam. Az egyik az a kollégáim részéről, amelyik azt mondta, hogy éjjel-nappal próbálni kell. Már reggel 9-kor benn van, és 4-kor még nem enged el senkit. A másik pedig, hogy nem kell ezzel annyit vacakolni, hát könnyű, de mit kell? 10:30-től 13:45-ig nagyon komolyan kell próbálni. Nagyon-nagyon komolyan kell venni a dolgokat és az életet, és se előtte, se utána mindenkinek hagyni kell, hogy éljen. Úgyhogy éljen soká. Köszönöm. Én is köszönöm.